Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad? Nem vagyunk elégedettek? Mi baj van a világ haladásával? Például etikátlan? És sok az elnyomás? Azon kívül? Emberek megnyomorítása. Népességcsökkentés. Szeretet hiány, elbutulás. Aha. Na most mondjuk, nem tudom mennyire tudjátok, hogy a háború előtt, köszönöm. Tehát a második világháború előtt például Magyarországon az emberek 80%-a, tehát a dolgozók 80%-a, tehát a dolgozó emberek 80%-a az a mai értelembe vett vállalkozó volt. Tehát ami azt jelenti, hogy nem alkalmazott volt. Most körülbelül ez az arány fordítva van, tehát most körülbelül a dolgozóknak a 80%-a az alkalmazott, és a 20%-a pedig vállalkozó. Na most ehhez kapcsolódik egy információ, amit szeretnék átadni, és még az előző coachképzéshez kapcsolódik, de ez csak egy információ. Hát, bár ott említettem, csak nem elég nyomatékosan, ugye a hétvégén volt nekünk egy nagy rendezvényünk, ugye ez az országos rendezvény, illetve hát nem csak országosan jöttek, hanem még volt, aki Angliából is jött, úgyhogy a világ különböző pontjáról, de elsősorban természetesen Európából jönnek az emberek, bár ugye a tengeren túlon is tudták az élő adást igénybe venni. És hát ugye ezzel kapcsolatban egy olyan információ, ami nem tudom mennyire került el a figyelmeteket, vagy mennyire nem. Tehát aki az előző képzésünk, ugye első, az előző hónapi képzésünk, az pénzteremtő coach képzés volt. Ugye mindenki emlékszik rá, aki ugye ezen részt vett. Ma kezdődik a szervezetvezető coach. Az előző, az a business coach kereteiben fejeződött be, ez pedig most kezdődik a leader coach, tehát a vezető coach, ugye a business, az pedig üzlet coach képzés keretein belül. Egy szemeszter nálunk 9 hónap, de csak 6 képzés van benne, mert vannak olyan képzések, amik 2 hónaposak. És ugye a pénzteremtő coach képzésről beszéltünk ugye egy hónapon keresztül, illetve tanultuk, és úgy talán befejező gondolatként még egyszer felhívnám a figyelmeteket arra, hogy ugye az előbb miről beszéltem, hogy a vállalkozók voltak régen többségben, tehát a mai értelemben bevett vállalkozók, régen pedig a, tehát most pedig a alkalmazottak vannak többségben. Tehát, hogyha te pénzt akarsz teremteni, illetve még mielőtt ezt a gondolatot mondanám, melyik a jobb szerinted? Hogyha keresed a pénzt, vagy ha teremted a pénzt? Mert az alkalmazott az keresi a pénzt, a vállalkozó meg teremti a pénzt. Na ez egy lényeges különbség a két terület között. Tehát akik alkalmazottként élik az életüket, az nem tudnak pénzteremtő pozícióba lenni, mert nekik meghatározott jövedelmük van. A vállalkozói szférában viszont nem másoktól függ a jövedelme az illetőnek, hanem elsősorban saját magától, és a vállalkozások nagy részében akár azt is meg lehet csinálni, hogy korlátlan
legyen a pénzteremtő lehetőség. Na most a vállalkozási területen ezt meg lehet csinálni, de az alkalmazotti területen nem lehet megcsinálni. Talán egyetlen egy alkalmazotti terület van, ahol lehet növelni a jövedelmet, ez pedig az üzletkötői terület, amitől a legtöbb ember viszonyog. Na most magamról egy-két gondolat, ha már ide jutottunk, hogy amikor én az én saját fejlődésemet visszadatálom, az 87. Ugyanis én 87-ben kezdtem el üzletkötéssel foglalkozni. És egy üzletkötő úgy nem tud értékesíteni, hogyha nem kezd el jobban bánni az emberekkel, mint előtte bánni. Tehát magyarul ezen a területen, hogy emberekkel való bánásmód, ezen a területen az embernek fejlődnie kötelező. Tehát kötelező. Különben nem fog tudni értékesíteni. És én onnan datálom azt is, ugye ezt a 87-es időpont, hogy elkezdtem kezdeni bánni az emberekkel. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember hogyan bánik az emberekkel, és a pénzteremtő képességnek egyik fontos feltétele, hogy az ember képes legyen jól bánni az emberekkel. Na most akkor úgy lezáró gondolatként gondold végig, hogy hogy akarsz te pénzt teremteni, alkalmazottként. Vagy hogy akarsz pénzt teremteni? Nyugdíjasként. Ugye mert sok olyan tanulónk van, akik már nyugdíjasok, és nyugdíjból származó jövedelmük van. Hát a nyugdíj az nem változó összegű, nem? Az nem teljesítményarányos, nem? Az nem óradíjas, hogy ha több órát dolgozol, akkor több nyugdíjat kapsz, nem? Tehát a nyugdíj az fix, legfeljebb évente egy picit emelkedik, nem? De sokat nem igazán. Na most, ha te pénzt akarsz teremteni, ha te alkalmazott vagy, vagy nyugdíjas vagy, vagy segélyen él valaki netántán valamilyen formában, mit tudom én mondjuk, rokkan nyugdíjan, és most mondtam valamit, hát annak semmi köze a pénzteremtéshez. Világos? Tehát ugye te most elvégezted a pénzteremtő coach képzést, és hát ha te úgy éled az életedet, hogy alkalmazottként, vagy úgy éled az életedet, hogy nyugdíjasként és nyugdíjból élsz, vagy bérből és fizetésből élsz, akkor olyan, hogy pénzteremtés te az élet, a te életedben, ez jelenleg, hogy pénzteremtés, az nem játszik szerepet. Nincs. Nem létezik. Pénz keresett. Világos. De nagyon jó a magyar nyelv, a pénzkeresés, tehát mikor keresel valamit, nem biztos, hogy találsz. Ne? Tehát keresni lehet, de a két dolog elkülönül egymástól, a keresés meg a találás. És ha jobban megnézzük, akik szó szerint pénzt keresnek, hát azok nem egy olyan életszínvonalon élnek, ami... hát amivel szerintem elégedettek lennének. Tehát ha megnézed az alkalmazottaknak a többségét, nem, inkább úgy mondom, ha megnézed az alkalmazottakat, vagy megkérdeznéd az alkalmazottakat, akkor szerinted a többség vagy a kisebbség mondaná azt, hogy elégedett a jövedelmével. Hát a kisebbség, nem? Na most akkor megkérdeznéd a nyugdíjasokat, hogy a többség vagy a kisebbség elégedett a nyugdíjukkal.
ott is a kisebbség, nem? Sőt, ha jobban megnéznénk, akkor lehet azt mondanánk, hogy a túlnyomó többség a nyugdíjasok esetében és a bérből és fizetésből élők esetében nem elégedett a jövedelmével. Nem? Na most akkor nem elég az, hogy tanultál valamit itt a múlt hónapban, mondjuk, amit úgy hívtak, hogy pénzteremtő kócs, hanem ezt alkalmazni is kellene. De ha te bérből és fizetésből élsz, vagy nyugdíjas vagy, akkor nem fogod tudni alkalmazni. Tehát tanultál valamit, amit te nem tudsz alkalmazni. Érted? Tehát hiába kezd el másként gondolkodni, ha egyszerűen nem használsz ki egy lehetőséget, ami előtted van. Világos ez? Tehát pénzt teremteni csak vállalkozói létben lehet. A vállalkozói létnek több formája van, lehet olyan, hogy egyéni vállalkozó, lehet olyan, hogy társas vállalkozó. Oké? A társas vállalkozások ugye azok cégformában működnek általában. BT, KFT, részvénytársaság, stb. Alapvetően ez a három. Szóval lényeg az, hogy, de az emberek viszonyognak a vállalkozásoktól. Tehát most mondok példát. Ha te belefogsz egy vállalkozásba, akkor az első dolgod az kell, hogy legyen, hogy kiváltod a vállalkozói engedélyt, nem? Vagy ha cégformában csinálod, akkor a cégbírósági bejegyzés kérelmet elindítod. Na most, még egy forint bevétele sincs az embernek a vállalkozásból, de már fizethet. Mert ha vállalkozásod van, akkor fizetned kell az állam felé. Vagy ha céged van, akkor fizetned kell az állam felé. Attól függ, hogy milyen adózása van ugye annak a vállalkozásnak, vagy annak a cégnek, nyilván attól függ. Na most, bizonyos területen lehetőség van arra, vagy területeken lehetőség van arra, hogy te úgymond elkezdhess egy vállalkozási tevékenységet, de mégis addig, ameddig nem származik onnan a jövedelmed, nem kell kiváltani a vállalkozást. Tehát te dolgozhatsz, de addig, míg nincs jövedelmed, nem kell kiváltani. Ez általában az ilyen üzletkötéshez hasonló terület. Azok azt jelenti, hogy akkor kell kiváltanod a vállalkozást, ha jövedelmed keletkezik. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy itt például nálunk lehetőségünk van arra, hogy valaki szervezzen. És a szervezés esetében akkor váltsa ki a vállalkozást, amikor már tényleg jövedelemhez akar jutni. Mert addig meg tudja azt csinálni, rendesen, törvényesen, hogy felhasználja mondjuk a képzésekre az itteni, hát nem jövedelmét, mert az nem jövedelmét, hanem a szervezési jutalékát. Ami nem jutalék, mert addig nem jutalék, még nem számlázza ki az ember. Tehát az az összeg, amit szervezett, az felhasználja a képzéseire. Tehát nem kerül pénzbe maga a vállalkozás, de csak addig, ameddig az ember nem veszi ki, tehát még nem jut jövedelemhez. De amint jövedelemhez akar jutni az illető, nyilván akkor már vállalkozásnak kell lennie. És az azt jelenti, hogy mint vállalkozás számláznia kell a cégünk irányába. Tehát nem mindegy, hogy az ember belefog valamibe, és úgy
tanul, hogy közben csak megy a kiadás, érted? Vagy belefog valamibe az ember, és gyakorlatilag nincs kiadás. Érted? Tehát belefog az ember egy hagyományos vállalkozásba, mondjuk nyit egy boltot. Akkor ott lenni kell üzlethelyiségnek, árukészletnek, engedélyeknek, stb. Stb. Belefog valaki mondjuk szervezésbe, nem kell bolt, nem kell árukészlet, nem kellenek engedélyek. Oké, tehát a költségek eleve töredéke bármilyen más vállalkozáshoz képest, és ha a szervezésnek van végeredménye, akkor azt föl tudja az ember használni a saját képzésére előre. Tehát ezt mi úgy hívjuk, hogy előfizetés. Ezért vannak olyan emberek, akiknek 2-3 évre van már előfizetve a tandíj. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy itt van egy olyan lehetőség, hogy teremthetsz pénzt. Teremthetsz pénzt. Tehát elkezdheted, megtanulhatod a szervezést, és egyre több és több jutalékot tudsz belőle realizálni, és amikor ez a jutalék meghaladja azt az összeget, amit már fel tudsz itt használni, akkor pedig kiváltod a vállalkozást, és elkezded magát a számlázást, és jövedelemként felvenni a jutalékot. Jó, tehát ezt csak azért mondtam, hogy úgy lezárjuk a pénzteremtő kócsképzést, és ugye beszéltem arról, hogy a pénzteremtésben nagyon fontos, hogy ne legyenek, tehát voltak ott mindenféle feltételek, hogy ne legyenek, tehát ne legyen korlátozva a jövedelem. Tehát ne legyen felső korlát. Tehát ne legyen olyan, hogy az ember nem tud tovább lépni a jövedelem terén. Tehát nálunk nincsen jövedelem korlát, hiszen nem csak a saját teljesítményedből részesedhetsz, hanem a csoportod teljesítményéből is, annak a csoportnak a teljesítményéből, amiben benne vagy, illetve amihez hozzájárulsz, hogy az csoport növekedjen. No, tehát ezt ugye miért mondom? Azért mondom, mert ebben az elégedetlen világban az is hozzájárul az elégedetlen világhoz, hogy az embereket rávették arra, szó szerint, indirekt módon, tehát rejtetten vették rá, úgyhogy az emberek észre se vették. Rávették arra, hogy egyre kevesebb vállalkozó legyen a világban, és egyre több alkalmazott, és egyre több olyan ember, aki alig várja, hogy nyugdíjas legyen. Tehát erre szó szerint úgy rávették az embereket, hogy az emberek észre se vették. Na most, senki ne higgye azt, hogy én kezdetektől vállalkozó voltam. De én gyerekkoromban láttam a vállalkozó szüleimet, akik szintén előtte alkalmazottak voltak. És láttam azt, hogy amikor alkalmazottak voltak, akkor sosem volt elég pénzük. És rengeteget veszekedtek a pénzen, a legtöbbet a pénzen veszekedtek. És amikor elkezdtek vállalkozni, akkor én voltam kb. 12 vagy 13 éves, és úgy, hogy családi vállalkozás, tehát anyu, apu benne volt, és onnantól kezdve elkezdett annyi jövedelmük lenni, amennyi előtte sose volt, és onnantól kezdve a pénzen többet nem veszekedtem. És én ezt láttam gyerekként, hogy a pénz az egy veszekedési pont, vagy nem az. És akkor elhatároztam, hogy én majd, ha nagy leszek, felnőtt leszek, akkor én nem alkalmazottként élem az életemet. De mégis voltam alkalmazott,
13 éven keresztül. Tehát kipróbáltam az alkalmazotti létet. Pedig olyan szakmát választottam, hogy majd én vállalkozó leszek. De akkor már a 80-as években milliókba került volna az, már akkor, hogy én vállalkozó lehessek a szakmámban. Ezt úgy hívják, hogy autószerelő. Tehát eleve ott kezdődik, hogy az autószerelőnek kell egy műhely. Meg mindenféle gépek. Emelőtől kezdve, stb. Stb. Szóval lényeg az, hogy gyorsan letettem arról, hogy vállalkozó legyek az autószerelés területén, bár letettem a mestervizsgát is, hogy ezt meg tudjam tenni, de gyorsan letettem róla, mert hát a jó Isten pénze nem lett volna elég rá, hogy vállalkozó lehessek. Ezért ugye erről letettem, de mégis 93-tól, illetve hát 87-től lettem úgy vállalkozó, hogy másodállású. Tehát volt egy főállásom és másodállásom. És akkor még 6 évig csináltam együtt a kettőt. A fő tevékenységemet, egy főállást, és mellette volt egy másodállásos vállalkozás. Ugye azt tudjátok, hogy a másodállásos vállalkozás az olcsóbb. Ugye azt tudjátok. Tehát ami azt jelenti, hogy kevesebb adót és járulékot kell befizetni az államkasszába, ha valaki másodállású, mintha főállású. Tehát lényeg az, hogy én megtapasztaltam, milyen alkalmazottként, megtapasztaltam azt, hogy milyen alkalmazottként és vállalkozóként együtt, majd megtapasztaltam, milyen vállalkozónak lenni csak, de azt már cégtulajdonosként tapasztaltam már. Tehát a vállalkozásból, meg a főállású jövedelemből azért valahogy sikerült összeszedni annyi jövedelmet, hogy utána létrehozzak egy KFT-t. Ugye akkor még nem 3 millió kellett hozzá, csak 1 millió. És ugye mindig úgy van, hogy egy cég esetén a fele összeget kell felmutatni, berakni a bankba, mint amennyi a törzstőke, tehát a kötelező törzstőke. És akkor egy éven belül kell a törzsdőke második felét is betenni a bankba. Na szóval lényeg az, hogy ezt meg tudtam csinálni, sőt utána létre tudtam hozni még 13 céget. 13 céget. Tehát én alapítóként 13 cég alapításában vettem részt. Jó, most már csak 2 cégem van, mert a többi az szépen, ugye, hát az én életemben megszűnt, ennyi. Na szóval a lényeg az, hogy de ha nem kezdtem volna el egy kicsit elszakadni attól a fajta gondolkodástól, amiben te most benne vagy, ha nem vagy vállalkozó, akkor ezt sose tudtam volna megcsinálni. És azért ezekben a cégekben volt olyan, hogy pénzintézet alapítás, volt olyan, hogy részvénytársaság alapítás, egyesület alapítás, stb. 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 Tehát elég sok mindent megalapítottam, létrehoztam, megteremtettem, és utána befejeztem. Na most, amikor az ember létrehoz valamit, akkor teremt. Valamilyen szinten, nem? Alkalmazottként valahogy ez nem nagyon működik. Tehát a legtöbb alkalmazott az valamit úgy teremt, hogy nem egyedül. Tehát nem ő teremti meg. Mit tudom én, mondjuk ő csinálja a csavart a gépbe, csak most mondtam valamit. Hát ez, érted? Tehát nem ő hozta létre azt a gépet. A csavart, a gyártásához járult hozzá. Érted? Ez nem igazi teremtés. Hát az embereknél elérték azt, hogy ne teremtsenek. Érted? Hát hiányzik a teremtés. Tehát már az emberek lassan arra se képesek, hogy
megteremtsék azt, hogy jól érezzék magukat. Már a legtöbb embernek, hogy jól érezze magát, kell valami külső hatás. Tehát nem ő teremti meg, hogy jól érezze magát, hanem fizet azért, hogy jól érezze magát. Tehát magyarul más dolgozik azon, hogy ő jól érezze magát. Érted? Tehát mit tudom én, fogja, és ő akkor érzi jól magát, ha mit tudom én, utazgat és nézeget dolgokat, megnéz, mit tudom én, egyszer itt van, egyszer ott van, igen, de azon keres a repülőtársaság, nem? Egy csomó ember, aki intézte, hogy oda jusson, ne? Keres az idegenvezető, keres a buszos, aki megmutogat dolgokat, vagy elviszi oda, érted? Tehát egy csomó keres rajta, hogy ő befizette a lóvét azért, hogy őt szórakoztassák. Tehát arra sincs már, hát hogy is mondjam, nem akarok senkit megbántani, de gógyit, hogy az ember megteremtse azt, hogy jól érezze magát a saját bőrébe. Tehát már erre sincs gógyi. Érted? Tehát az emberek havi szinten, hogy jól érezzék magukat, komoly pénzeket kifizetnek. Érted? És akkor a szórakoztató ipar az röhög a markába. Hogy öj, de jó, hogy ennyi hülye ember van. Mert így legalább sok pénzt keresünk. Bocs, mondom, meg én nem akarok senkit megbántani. Csak szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy manipulálva vagy. Oké? Tehát régen az emberek ahhoz, hogy jól érezzék magukat, egy megveszekedett forintot se fizettek ki. Sőt, semmilyen cserét nem adtak azért, hogy jól érezzék magukat. Tehát még libát se cseréltek valamire, hogy jól érezzék magukat. Érted? Most emberek komoly összegeket fizetnek, éves szinten, nem azt mondom, hogy havi szinten, éves szinten azért, hogy jól érezzék magukat, addig, ameddig az a pénz, amit befizetett arra a dologra, futja. Világos? Mert ugye addig, addig csak. Tehát elmegy egy, mit tudom én, egy fesztiválra, tart a fesztivál két napig, kifizet rá mondjuk 30 ezer forintot, csak most mondtam valamit. Érted? Jó, a fesztivál befejeződik, meg a pénze is befejeződött, az a 30 ezer forint. Oké. És tudod, mi a baj ezzel? Az a baj, hogy az ember egyre nagyobb vágyat érez az ilyen dolgokra. És ha az ember vágyódik arra, hogy kikapcsolódjon, érted? Akkor, amikor ezt nem teheti, baromi szarul kezdi magát érezni. Magyarul. Érted? Tehát, ha ott van, na akkor jobban érzi magát, de az a kisebb idő. És amikor nincs ott, akkor jönnek a szürke hétköznapok, és már arra vágyódik, hogy mikor mehet oda, amiért komoly pénzeket kifizetett. Érted? És soha így nem virágzott a szórakoztatóipar, beleértve a turizmus természetesen, mert az is a szórakoztatóipar része, mint manapság. Soha. Tehát soha. Egy komoly ipar épült erre. És közben a világon pedig minden, nem, három emberből kettő éhezik. Érted? Tehát a világon három emberből kettő éhezik, és
emberek százmilliói meg szórják a pénzt, hogy jól érezzék magukat. Érted? És éves szinten, forintba átszámítva, sok százezer forintot kifizetnek arra, hogy szórakoztassák őket. Beleértve az odautazást természetesen, annak a költségét. Oké? És mondom, gondold végig, a világon az emberek jó része, a többsége az meg éhezik. Érted? Azért, mert van egy szűk réteg, elsősorban úgy hívják, hogy fehérek. Tehát a fehérek jó része, nagy része, az gyakorlatilag szórja a pénzt. A leginkább USA, az USA-ban élők. Tehát senki nem szórja úgy a pénzt a világon, mint az amerikai Egyesült Államokban az emberek. De szépen ehhez kezdünk főzárkozni mi is, közép-európaiak. Nem kell aggódni ezen a kérdésen. Oké? És jönnek utánunk a sárgák. Tehát ott is egyre többen szórják a pénzt. Érted? Úgy, hogy a bolygón egyre nagyobb százalék éhezik. Érted? Nem hiszed, járj utána, ez így működik. Tehát egyre nagyobb összegeket szórnak ki az emberek a szórakoztatásukra. Érted? És egyre többen a bolygón éheznek. Tehát ami megint csak itt furcsa a világban, hova felé haladunk, az, hogy gondolj bele, amikor valaki azt mondja, hogy ó, hát megtehetem, ó, hát itt tele vagyok lóvéval, és akkor fogja és vesz magának mondjuk egy olyan dolgot, ami mondjuk 3 év múlva felét éri, vagy felét se. Érted? Ezt úgy hívják, hogy autó. Mert minél drágább az autó, annál nagyobbat bukik az árán. De ő megveszi, mert ki, ha ő nem venné meg. Érted? És gyakorlatilag megint a gyártók, meg a multinacionális cégek tulajdonosai jókat röhögnek a markukba, hogy ki volt az az elmebeteg, aki megvette mondjuk 1 milliárd forintért azt az autót. Mert ilyen autók is vannak. Hogy egy autó mondjuk újonnan 1 milliárd forint. De ha 100 millió, de ha 50 millió, akkor is minek? Ugyanoda visz, mint mondjuk a 3 milliós, nem? Vagy az 5 milliós. Nem? De ugyanoda visz. Csak az nem, ki, ha én nem. Tudod? És most gondolj bele, közben kidobott az ablakon rengeteg milliót, érted? És az földön megéheznek az emberek. És a gazdagok elvárják, hogy a szegény réteg adakozzon. Hát ezt a gazdagoknak. Oké? Tehát, hogy adakozz. Hát nézd meg! Azzal van tele a tévé, hogy adakozz, nem? Meg küldenek levelet neked. Ha egyszer adakoztál netántán véletlen az életedbe, akkor utána nem szabadulsz meg a levelezésüktől. Aha, mi nem a gazdagokhoz küldik? Érted? És akkor mitől nem 50 milliós autót venne, hanem csak 40 milliost. Érted? De nem. Még véletlenül se akarja azt a 10 milliót adakozni. Érted? Hát régen a mecénások az nem az átlag volt, hanem a mecénás, ha azt mondják, hogy mecénás, adakozó, a mecénások mindig a gazdagok voltak.
Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol valahogy így, így megbolondult minden. Nézd meg! Hogy minden a feje tetejére áll. Régen olyan, hogy válás, elvétve találkoztál. Tehát nekem van egy olyan rokonságom, hogy amikor anyuval, amikor még otthon laktam, az nem most volt, ugye 84-ben házasodtam, tehát azelőtt anyuval kiszámoltuk, voltunk a család az ő révén 162-en. És abból egyetlen egy válás volt. Érted? Egyetlen egy. Persze azóta már kicsit romlott a helyzet. Igen, modernizálódott a dolog. De ennyi emberből egy válás volt. Most megnézed, megnéznéd a statisztikát, mondjuk 160 emberből. Ugye mennyi vál el? Jó, vegyük azt, hogy ugye ott is azért sok házas pár volt, tehát az kettő. De ugye az mondhatjuk azt, hogy az, az 8, nem 80, hanem mondjuk hány család? Tehát mit tudom én, 40 család, úgy durván. Tehát 40 családból egy válás volt. Most 40 családból szerinted hány válás van? Legalább a fele. Így van. Legalább a fele. Tehát magyarul meghússzorozódott a válások aránya. Na most tegyétek már föl a kezetöket, ha valaki úgy házasodott, hogy nem szerette a párját. Tegye már föl a kezét. Tehát amikor összeházasodott, mindegy, hogy első házasság vagy ötödik, mindegy, de úgy házasodott, hogy nem szerette a párját. Nem tette föl senki a kezét. Tehát mindenki úgy házasodik, akkor is szereti a párját. Mert nem úgy van, mint régen, hogy már pedig azt a lányt elveszed. És ha nem veszed el, kitagadlak. Oké, már nem így van. Tehát most már mindenki úgy házasodik, nem, hogy az a legminimálisabb dolog, hogy szereti. Nem? Ha még rátesz egy lapáttal, akkor szerelmes is bele. Nem így van? Tehát, most gondolj bele, valakit elvesz az ember, szereti vagy szerelmes bele, mindegy. És mégis elválnak. Akkor valami nem stimmel, nem? Hát régen is ugye azért zömében úgy házasodtak, hogy szerették egymást. És nem váltak el? Tehát megpróbáltak egymáshoz alkalmazkodni, nem? Most a média azt tanítja, hogy alkalmazkodj. Az ellenkezőjét. Szó szerint az ellenkezőjét, nem? Ha megnézel filmeket, azt látod, hogy alkalmazkodnak egymáshoz a párok. Dehogy is. Ha pont azt, hogy váljanak el. És akkor megnézed, mit tudom én, a hogyan ábrázolják a filmekben mondjuk a fiatal nőket. Tehát már nem lányok, fiatal nők. A fiatal nők mondjuk olyan 18 év körül 20. Mint akik hülyék, érted? Mi nem ezt csinálják? Mintha ilyenek lennének a nők, nem? És elkezdenek lassan ilyenné válni. És akkor a férfiak azt mondják, hogy nem, azt mondják, hogy nincsenek normális nők. Érted? Mert a fiatal nők eltanulják a tévéből, hogy ilyennek kell lenni. Érted? Mert otthon mintát nem lát, mert a szüleit max hétvégén látja, érted? És akkor ilyeneket látnak. Ugye a férfi meg mit lát? Hát ígyunk meg, drogozzunk, nem? Hát a férfiak meg, a fiatal férfiak meg ezt látják. Hú, de jó minta. Hú, de jó felé mellett megyünk. Nem? Na most,
Ki az, aki hisz valami felsőbb rendű lényben? Isten, teremtő, stb. Stb. Oké. Oké. Jó. Na most, ki az, aki hisz abban, hogy mi teremtett lények vagyunk, és nem evolúció, vagy nem csak evolúció, hanem minket teremtettek? Ki az, aki hisz ebben? Oké, mindnyájan, mind a kettőre mindnyájan föltettük a kezünket. Na most akkor gondoljátok végig, hogy azok, akik teremtettek minket, vagy isteneink, vagy Isten, mindegy, teremtő, többes szám, egyes szám, ki hogy gondolja, nekem tök mindegy. Én tudom, hogy hogy van, többiek meg azt gondolják, amit hisznek, kész, ennyi. Jó, tehát lényeg az, hogyha van Isten, meg van teremtő, gondold végig, meddig hagyja ezt? Hogy hova hűljünk? Tehát hova hűljünk, mikor már olyanok leszünk, hogy a földre fekszünk, és ilyet fogunk csinálni, hogy mi a jó Isten? Hogy ide hűljünk. Tehát gondolod, hogy addig fogják hagyni? Már pedig ez gyorsul, ha nézd meg e felé. Nem? Hát mi ezzel kapcsolatban ismerünk egy-két információt. Ugye, akik itt vagyunk. Akik meg még nincsenek itt, azok nem biztos, hogy ismerik ezeket az információkat. Ezért, ha nem bánjátok, egy kicsit foglalkozunk azzal, hogy mi várható, jó? Tehát mi várható ekkor, vagy mi várható akkor, jó? Ki az, aki hallott már olyanról, hogy világ vége? Ezeket? Oké. Hát ugye különböző írások, proféciák, stb. Foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy világ vége. Na most ez alapvetően a világ vége az ilyen félreértelmezett dolog, mert ezen a Földön igazából sokszor volt világ vége, illetve többször volt világ vége. A világ vége az azt jelentette, ez ilyen már volt, hatszor, hogy fogták és puff, törölték az emberiséget. Tehát hatszor volt ilyen világ vége, hogy emberiség törlés. És akkor újra indult az emberiség. Hogy indult újra az emberiség? Hogy genetikailag módosítottak rajta olyan lények, akik ezt megtehették, akiket mi úgy nevezhetünk, hogy istenek, vagy Isten. Módosítottak rajta, és egy módosított emberiséget újraindítottak. Tehát nyilván a lelken nem tudtak módosítani, a testen módosítottak. Tehát ilyen az elmúlt másfél millió évben volt hatszor. És itt vagyunk mi hetedik emberiségként, így csücsülünk ezen a bolygón, és várjuk azt, hogy minden szép és jó legyen, de tenni valahogy nem akarunk érte. És akkor mondják az emberek, én teszek, hogy? Hát bejárok dolgozni. Igen, avval teszel, de jó neked. Azzal nem azért teszel véletlenül, hogy túlélj. Tehát azzal nem a bolygóért teszel, hanem magadért. Tehát bolygóért ennyit nem teszel. Az emberiségért ennyit nem teszel. Ó, hát mit tudom én, olyan tevékenységem van, amivel egyes egyéneken segítek, mondja valaki. És életedben eddig hányan segítettél? Már vagy 200-on. Ú, de sok. És mi lesz a többivel? És ha 10 tucaton segít, akkor mi van? És mi lesz a többivel? Na most, nem tudom, tudjátok-e, hogy az előző emberiségek
mondjuk a közvetlen előző emberiség, az Atlantis időszak, ott miért törölték az emberiséget? Ha valaki nem tudja, nagyon egyszerű a válasz, mert elkezdtek Istent játszani. Mit jelent az az Isten játszás? Hát elkezdtek beavatkozni olyan dolgokba, amihez semmi közük. Amikor nekem olyan gondolatom van, ezért még a gondolatomra is figyelni kell, amikor olyan gondolatom van, amivel beavatkozok, olyanban, amiben nem kéne, akkor megkapom, hogy ez nem a te dolgod. Nem egy másik embertől, hanem a teremtőmtől. Na most, én ezt tapasztalom, hála Istennek nem kell napi szinten tapasztalni, hanem csak időnként. Na most, hát de ugye nekem ehhez van egy képességem, hogy kapok információkat, akkor nem mondom el ezzel kapcsolatos tanítást majd a második részben. Ezt ne felejtsük el, föl is írom, jó? Azt mondja, hogy így van, úgyhogy majd aki tanul itt nálunk, az információt kaphat, hogy honnan tudja, hogy milyen info honnan származik. Jó? Tehát amit kapsz, mert hát neked is lehet olyan gondolatod, nem? Hogy mintha belülről súgna valami, hogy ezt csináld, vagy azt csináld, nem? És akkor honnan tudod, hogy melyik a jó, vagy melyik a nem jó? Jó, tehát lényeg az, hogy most gondolj végig, itt vagyunk a bolygón, szaporodunk, mint a nyulak, nem? Most bolygó, nem Európában, bár most szaporodunk, mert jönnek ide az arabok. Most így felnőtt, hirtelen felnőtt lakosság nő itt ki Európába. Na mindegy, hála Istennek nem itt nálunk. Szóval lényeg az, hogy igen, a fehérek egy része meg költözik el Európába. Emiatt. Ugye ezt tudjuk. És lényeg az, hogy ott tartottam, hogy vajon meddig engedik. Gondoljátok végig. Meddig hagyják. És beszéltem arról, hogy világvége. Tehát amikor az előző világvége volt, azt akkor azért rendelték el és intézték el a világvégét, azért törölték az emberiséget, mert elkezdett Istent játszani. Illetve még egy dolog játszott közben, ez nem ennyire egyértelmű. Hogy elkezdtek henyélni az emberek. És elkezdtek így ilyen olyat kezdtek el csinálni, mint amit most kezdenek el csinálni már az emberek az utóbbi egy évtizedben. Egy évtizedben. Ez az, hogy, az előbb eszembe volt a szó. Nem, hanem elkezdtek így nem élvezni az életet. Tehát elkezdtek így, hát a szórakozásnak élni. Nem ez volt a fejemben az előbb. Érted? Tehát elkezdtek úgy élni, hogy a legfontosabb dolog az életükben az volt, hogy szórakozzanak. Mondjad? Nem fesztivál, de hogy ezt hogy hívják másként? Mondjátok. Nem. Nem, eszembe volt az előbb, majd mindegy, eszembe jut. Jó, tehát lényeg az, hogy, ez egy ismert kifejezés, ismert szó. Tehát elkezdtek úgy élni, hogy nem, tehát ilyen henye, here módon. Tessék? És
és a szórakozásnak élni. Elkezdtek a szórakozásnak élni. Értitek? Ki az, aki volt már Pompejbe? Pompej, nem sokan voltunk. Pompej tipikus az a város, ahol azért törölték el a földszínéről a várost, mert az egész város a szórakoztatásról szólt. Akkor nem tudom, tudjátok-e, hogy a cunami Ázsiában, Kelet-Ázsiában miért volt? Milyen területen volt? Olyan területen, ahol iszonyú nagy szórakoztatóipar volt. És akkor azt így fogták, és elsöpörte a cunami. Úgy, ahogy volt. Toka vonova. Igaz, hogy már azóta visszaépítették, de az egy dolog. Tehát ott, ahol az emberek elkezdenek ilyen here módon élni, ilyen volt, hol volt az a nagy földregés? Mindig összekeverem a sziget. Haiti vagy Tahiti? Haiti? Igen. Na most azt a bolygó, vagy azt a szigetet a lakosság az teljesen felélte. Szó szerint. Ezért jött egy nagy földrengés, azt eltörölte a lakosság nagy részét. Főleg azok a személyek haltak meg, akik ebben részt vettek. Na szóval lényeg az, hogy kicsiben ezt lehet látni, engem régóta, évtizedek óta érdekel, az, hogy hol vannak a természeti katasztrofák, és ott vajon az emberek mit tettek előtte. És mindig rájövök arra, hogy mindig ott vannak a természeti katasztrofák, ahol ilyen éljük föl a környezetünket módon élnek az emberek. És semmi nem számít, csak hogy élvezzük az életet. Tehát az élet élvezetéért csinálnak mindent. Tehát például a Pompejbe, ugye idegenvezetővel voltunk, és akkor kocsma, mai értelemben vett. Érted? Bordélyház, kocsma. Érted? Na most mondok egy másik példát, nem annyira messze. Jó? Németország. Két világháború között. Nem tanultuk. Nézz utána, nem hiszed. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a világ legnagyobb szexipara abban az időszakban, a két világháború között hol volt? Németországban. És ki csöpörte legjobban a második világháború? Németországot. Most az, hogy az a katasztrófa, az most emberek csinálják, vagy természeti katasztrófa, most ebből a szempontból lényegtelen. Tehát valahogy ezt elfelejtették nekünk tanítani, hogy létrehozták ott a két világháború között a legnagyobb szexipart. A földön, bolygón akkor a legnagyobb szexipar az Németországban volt. És Németország a földdel lett egyenlő a második világháborúban. A földdel tették egyenlővé. Nem azt mondom, hogy emiatt, de furcsa összefüggés. Oké? Na most eleve ott, ahol ilyen megnézed mindig a világban, tehát ott, ahol ilyen iszonyú szexturizmus volt, vagy van, ott nézd meg a lakosság etikai szintjét, illetve anyagi helyzetét. Tehát általában, ahol ilyen óriási szexipar van, ott az anyagi helyzet azon a területen, az ott a benszülöttek anyagi helyzete az elég alacsony. És az etikai szintje is elég alacsony az ott lévőknek. És akkor fogják, na most mi az, hogy fogják? Mindjárt mondok előtte egy gondolatot. Az emberiség lassan képes arra, hogy Istent játszon. Tehát például arra, hogy befolyásolja az időjárást. Ennek a technológiáját Tesla kezdte el kifejleszteni. Az pedig nem most volt, hanem még a háború előtt. Na most képzeljétek el, hogyha Tesla már a II. Világháború előtt elkezdte
kifejleszteni azt, hogy hogy kell befolyásolni az időjárást, akkor közben ez mennyit fejlődhetett az elmúlt lassan 100 évben? Olyanokat tudnak csinálni, hogy létre tudnak hozni mondjuk tornádót, sőt tornádókat. Már olyan technológia van, hogy a tornádók az valameddig bementek a szárazföldbe. Ugye a tornádók az óceánok mellett. Van, ahol tornádónak hívják, hogy hívják a másikat? Hurikánnak hívják, így van. Tehát vannak olyan területek a Földön, ahol hurikánnak hívják, van, ahol tornádónak. És ugye a hurikánnak meg a tornádónak az a sajátossága, hogy a tengeren alakul ki, és akkor valameddig bemegy a szárazföldbe. Nem teljesen, csak valameddig. És akkor ott tarol. És akkor kialakítottak egy olyan technológiát, ami megvédi attól a szárazföldet, hogy a hurikán meg a tornádó az behatoljon a szárazföldbe. Tehát ki tudják oltani a tenger fölött a hurikánt meg a tornádót. Ezt nem tudom, tudjátok-e? Hát azért úgy mondanám, hogy ez talán nem isteni cselekvés. Tehát amikor az ember befolyásolja már az időjárást. Eddig valahogy az istenek csinálták ezt, tehát ez ilyen isteni dolog volt, sőt az időjárással kapcsolatban az Istenhez imádkoztak, gondold végig. Most befolyásolják az emberek ezt. Igen ám, de egy másik országban meg kifejlesztettek olyan technológiát, hogy annak ellenére mégis be lehessen menni a tornádónak a területre. Tehát gyakorlatilag most már nem fegyverrel vívják a háborúkat, hanem ilyen eszközökkel, nem tudom, ezt tudod-e. Na most, de azért kérdezem, hogy ez véletlenül nem olyan dolog, amit nem az embernek kéne csinálni. Tehát ez ugye mit idéz elő? Hát hogyha 6 emberiségnek azért kellett eltűnni a föld színéről, mert elkezdtek Istent játszani, és elkezdtek az élvezeteknek élni, na eszembe jutott a kifejezés. Tehát elkezdtek az élvezeteknek élni. És fogták emiatt, a kettő miatt elsöpörték a földről az emberiséget. Akkor ki az a barom, aki azt gondolja, hogy most nem ez lesz? Mert az egy barom. Tehát nem hülye, hanem barom. Idő kérdése lenne, hogy ez hogy lesz. Tehát vagy vesztük a fáradtságot, és az embereket megtanítjuk gondolkodni, és etikusan működni, vagy ugyanoda jutunk, ahova az előző 6 emberiség. Világos ez? És ugye hogy lehet venni a fáradtságot? Hát ugye tudjuk azt, hogy hatalmas tudással rendelkezik ez a bolygó. Nem a bolygó, hanem az emberiség. De ez a tudás, ezt próbálták mindig visszaszorítani, ami azt jelenti, hogy ha kellett, mit tudom, az alexandriai könyvtárat, ahol a világ addigi tudása szerepelt, fölgyújtották. Nem most, hanem egyiptomi időszakban. Mit tudom én, 3000 évvel ezelőtt, vagy mikor. És mindig próbálják az emberiséget tudatlanságba tartani. Nyilván nem a fentiek, hanem olyan entitások, akiknek az az érdekük, hogy mi hülyék maradjunk. Vagy hülyékké váljunk, hát most mindegy. Na most,
Ez régen is volt, ebben a világegyetemben mindig, nem mindig, de egy jó ideje úgy működik ez a világegyetem, hogy van jó és van rossz, és vannak köztes entitások. Tehát nem csak abszolút jó van, meg abszolút rossz, hanem van a fehér és a fekete között szürke. Nem is egy szürke. Na szóval a lényeg az, hogy a különböző entitásoknak más az érdekük. És nem olyan mentális képességekkel rendelkeznek, mint mi emberek. Hanem ennek a sokszorosával. Olyan mentális képességekkel, amit az legtöbb ember elképzelni se tud. Pedig hát erről filmek is vannak. Mentális képességekre. Úgyhogy ami a filmbe beterveznek, tehát ami a filmben megjelenik, az valahol a világegyetemben már megtörtént, ezt jóha tudjátok. Világos? Ez nem biztos, hogy a bolygónkon, de a világegyetemben az már megtörtént. Tehát egy ember nem képes olyat kitalálni, ami a világegyetemben még nem történt meg. Ami azt jelenti, hogy bárki bármit kitalál, az olyan, mint mikor a mazsola szét van szórva az asztalon, és te fölveszel egy szemet, az bekapsz. Érted? Tehát magyarul a tudásból, a világegyetemben lévő tudásból mazsolázik. Érted? Tehát nekünk nincs olyan fantáziánk, embereknek, hogy képesek legyünk olyat kitalálni, ami a világegyetemben még nem történt meg. Hát hogy lenne, mikor a világegyetemben mi azt hiszük, hogy pár milliárd éves, közben számokban kifejezhetetlen időtartamú. Tehát nincs olyan számunk, amiben ki lehetne fejezni a világegyetem időtartamát. Na most gondold végig, azóta gyűlik a tudás. És azóta történnek történések, az értelmes lényekkel. Na most ugye abba különbözök ugye egy átlag embertől, hogy elkezdtem kapni egy bizonyos idő óta információkat, nem csak a földi életről, nem csak az emberek működéséről, hanem a világegyetem történéseiről és működéséről. Sőt, egészen odáig, hogy hogy jött létre a világegyetem. Amit kísérleteznek Svájcban, ezt én meg tudom, hogy hogy jött létre. Szóval a lényeg az, hogy, de ez most nehogy félreértsétek, ez nem nagy képűség, hanem egyszerű információ. De olyan információkat is kapok, hogy mi nem az én dolgom, meg mi az én dolgom. Sőt, olyat is, hogyha kérdezel mondjuk tőlem, és én továbbadom a kérdést valamiről az életedben, akkor megadják a választ. Olyan dologról, ami mondjuk történt, vagy meg fog történni. Tehát lényeg az, hogy azt is kaptam információként, hogy én ezekkel a dolgokkal nem élhetek vissza. Ha bármikor is elkezdek visszaélni, azonnal jeleznek. Tehát azonnal, nem majd, mondjuk egy max 10 percen belül. Tehát nem évek múlva, vagy hónapok múlva, vagy napok múlva, hanem mondjuk 10 percen belül jeleznek. Hogy észbe kapjak, hogy hoppá, valamit másként kellene azonnal tennem. És akkor megkérdezzem, hogy na most mi van, mit kell csinálnom? És akkor kapjak információt avval kapcsolatban, hogy mit csináltam rosszul. Akkor ráadásul kiadták feladatként, ez egy, ugye mivel szabad akarat van, én választhattam volna mást is, de én ezt választottam. Azt kiadták feladatul, és választottam, hogy eljutatjuk az emberiség számára a csapatommal, mert amikor ezt kiadták, ezt a feladatot, akkor már csapatom volt,
hogy eljutatjuk az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Hogy aranykor lehessen. Tehát az aranykorban, a jövőbeni aranykorban, tehát nem a múlt aranykoráról beszélek, a jövőbeni aranykorban az emberek szeretetben, békében és boldogságban fognak élni. És ennek határidőt szabtak, 2030-ig kell létrejönnie. 35-ig, bocsánat. 2035-ig kell létrejönnie. Egy ember számára 9 év, hogy képessé válik olyanra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Nyilván aki előrébb jár ebben a kérdésben, annak rövidebb ez az időtartam. Utána lesz egy átmeneti időszak az emberiség életében. Azért mondom, hogy lesz, mert nem lenne, hanem lesz. Az, hogy az emberek képessé váljanak, nem maga a test csak egy hordozó. A bennünk lévő lélek képessé váljon, olyan szintre fejlődjön fel, hogy képes legyen teremtői szinten működni. Ugyanis ugyanolyan lélek van bennünk, mint bármilyen más teremtőben. Tehát a mi lelkünk képes teremtőként működni, illetve képes lenne teremtőként működni, hogyha lenne annyi tudása. Csak ugye azért nincs annyi tudása, mert minden egyes ember töröl tudattal születik. Tehát a léleknek a tudását, az előző életi tudását, tapasztalatát kitörlik. És ezáltal, mivel nincs előző életi tapasztalat, nincs tudás, ezért mindig újraindul a fejlődés, a lélek fejlődése. És egy élet alatt kell megcsinálni azt, hogy az ember felfejlődjön arra a szintre, hogy képes legyen teremtőként működni. Ehhez kapnak az emberek olyan segítséget az aranykorban, hogy meghosszabbítják nekik az életüket ebben a testben. Világos ez? Aki nem vállalja föl azt, hogy bekerüljön az aranykorba, hogy ő olyan szellemiséggé fejlődjön, aki képes az aranykorban önzetlenül együttműködni, ahhoz kell a szeretet, béke és boldogság használata, ismerete használata. Ha ezt valaki nem vállalja föl, akkor kivonják a forgalomba. És elküldik egy már létrehozott, periférián létrehozott olyan bolygóra, mint a Föld, csak kőkorszaki körülmények közé behelyezve. Jó, és akkor meg kéne gondolni az emberek számára, hogy milyen jó lenne, most használod a technikát, lehet, hogy még élvezed is, és akkor majd kőkorszakból indulni újból. Érted? És akkor megint, mit tudom én, mondjuk 15 ezer év, mire az ember felfejlődik arra a szintre, érted, hogy egyáltalán alkalmas legyen arra, hogy teremtőként kezdjen el működni. És ezt azért csinálják, nagyon egyszerű, azért csinálják, hogy megtapasztald a jót és a rosszat egyaránt. És tudjad a jó és a rossz között nem csak a különbségeket, hanem a fokozatokat is. Tehát amikor etikáról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy mit tudom, ne tégy olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének, vagy ne tégy olyat, ami a többség érdeke ellen van, hanem olyat is tanulunk, hogy ne tégy olyat, ami törvényellenes. Érted? Ne tégy olyan, ami hatalom ellen van. Érted? Ne tégy olyat. Tehát olyat tegyél, ami ezeket a szabályokat, amit törvényeknek hívnak, nem hágja át. Érted? Tehát ma Magyarországon
a világon, kitalálnak az emberek mindenféle indokot, hogy miért kell éppen áthágniuk a törvényeket. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol kaptunk egy óriási lehetőséget, amit ez az emberiség még soha nem kapott. És mi kaptuk meg annak a feladatát, hogy kiképezzünk 320 millió ember, aki képes arra, hogy tudást adjon át. Érted? Tehát akármilyen hihetetlen, itt az emberiség nagy része arra született, hogy az emberiséget átvigye az aranykorba. Tehát az emberiség nagyobbik része arra született, hogy átvigye az emberiséget az aranykorba. Ehhez képest elég jól belemélyültök, belemerültök az anyagba. Márpedig nem az anyaggal lehet az embereket eljuttatni egy magas lelki szintre. De az anyagot nem lehet megkerülni. Mert egy olyan világban élünk, egy olyan világ lett kialakítva az elmúlt évezredek során, ahol a pénz cseresközzé vált. És ha nem tudod elég szinten működtetni azt, hogy legyen elég pénzed, és ezáltal biztosítva legyenek az életkörülményeid azon a szinten, amint szeretnéd, akkor azzal fogsz törődni, hogy biztosítsd ezt a létszükséglet igényt. Ez ugyanolyan, mint mikor az ember beteg. Amikor az ember beteg, akkor azzal foglalkozik, hogy egészséges legyen. Ugyanez, ha az embernek nincs elég pénze, akkor azzal foglalkozik, hogy legyen. És a figyelme azon van, hogy legyen elég pénze, nem tudom, világos-e. És az ember a figyelmét nem arra fordítja, amire kellene, akkor ne csodálkozzon, hogy az életében nem úgy halad, ahogy kellene. Tehát ezért megnézed, egy beteg ember nem tud haladni. De ugyanúgy egy szegény ember se tud haladni. Mert egyszerűen hiányoznak a létszükségletéhez szükséges feltételek. Érted? Ha az emberek tudnák, ismernék a tudást, ami ahhoz kell, hogy szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor már így élnének. Ha valaki azt hiszi, hogy ismeri a szeretet, béke és boldogság tudását, akkor szeretetben, békében és boldogságban él. Ezt most csak azért mondom, hogy ha valaki azt mondja, ó, hát ő mindent tud. Aha, és milyen az életed? Mesélj róla. És akkor rögtön kiderül, hogy most hantázik, vagy esetleg igazat mond. Ha szeretnél olyan információkhoz jutni, amik módszerek, hát ahhoz itt az első részben nem fogsz tudni hozzájutni. Csak nagyon csepegtetve. Az igazi információk a második részben vannak. Ahhoz egyszer tudsz hozzáférni, de úgy van kialakítva a tanrendünk és a tandíj összegünk, hogy bárki számára megfelelő legyen. Tehát nem tud olyan kifogás lenni, hogy valakinek nincs pénze, vagy nincs ideje, mert ez nálunk mind megvan oldva. Úgy van az egész rendszer kialakítva. Ezért várunk benneteket szeretettel, és várunk téged szeretettel, hogy bekerülhess te is az aranykorba. És ne járj úgy, mint
mások esetleg járnak majd. Hát nézd meg, azért ez a 2035 nincs messze. Van 16 évünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenkinek sok sikert kívánok, 20 perc szünet után szervezetvezető coachképzésünk lesz. Várunk mindenkit szeretettel, akinek erre lehetősége van. Szeretlek benneteket, sziasztok!